A Nemzeti Kulturális Alap segítségével július 8-a és 12-e között könyvtári tábort szerveztek az általános iskolások számára. A Tarts velünk a Hajdú hagyományok nyomában elnevezésű tábor egyik fő célja a szoboszlói helyi értékek megismertetése volt a fiatalokkal. A táborozók a Bocska István Múzeum gazdag gyűjteményéből Galánffy András népművész alkotásain keresztül ismerkedhettek meg történelmünk, valamint a díszesen faragott kapu bemutatásával és a szimbólumaink izgalmas világával. Ahogy látjátok, ez egy ilyen pajtaszerű, nincsen csak három oldala. A legrégebbi kunik kapu. A kunokat tulajdonképpen, én azt hiszem, hogy a harmadik Béla az, aki betelepítette, de nem ő telepítette be, hanem Szent László, a legnagyobb keresztény királyunk. A kunok azok ide a Duna-Tisza közére települtek le, egy olyan helyre, ahol senki nem települt. Gondoljatok bele, hogy 40 ezer ember hova lehetett betelepíteni egy nádas, zsambékos terület volt, és ide települtek a kunok, és csinálták meg a maguk kultúráját. Ez a legrégebbi kapu, mégpedig ha megnézitek, akkor hogy két kapubálványból áll, a két kapubálványon, ha megnéztek, egy stilizált női forma van, amelynek a tükörképét odalent látod. E fölött van egy szemöldök deszka, a deszka fölött meg egy koporsó tető, úgy is hívják, hogy fedeles kapu. A fedeles kapu tetején pedig bikaszarvak vannak. Ez egy bika kapu. Régen a küszöb alatt elástak egy lovat például, egy elpusztult lovat, vagy emberi csontokat tettek bele, és a szülés előtti nőt pedig odaültették a küszöbre, hogy átjárja az ősök üzenete, átjárja az ő lelkét. Ilyen bálványokat faragott több ember magának. Itt, ahogy látjátok, egy old alapú szarva van ennek a kis emberkének, ez pedig egy női alak, egy életfa, amely a holdat és a napot tartja maga mögött. Ez pedig egy református szimbólum, egy református fejfának a szimbóluma. Ez itt egy lilium, ami megint egy református szimbólum, ez pedig az élet magja. Most bemegyünk a térbe, és a térbe... Lukács Boglárka élményeiről és az összefüggésekről beszélt. Az az élmény, amit átadott most nekünk András bácsi, hogy az embereknek mennyire fontos az, hogy kultúrát tanuljunk. Volt szó itt a küszöbről, hogy miért nem szabad rálépni a küszöbre, volt szó a hitről. Galánffy András sokszínű munkássága, művészete, alkotásai hit és mond a világunk feldolgozásában, ábrázolásában teljesedett ki. A gyerekek által is jól ismert Hunor és Magor legenda Máriához, hazánk védőszentjének ábrázolásáig vezetett át. Hunor és Magyar két ikertest, egy ikertestvér, megkérték az apjukat, hogy elindulhassanak egy új hazát keresni. Elindultak. És ahogy elindultak, egyszer csak egy csodálatos, kapitális szarvas elindult előttük, és ez a szarvasnak az agancsa között ott volt a nap és a hold. Ez a szarvas elindult, és ott mentek utána. Dárdával, íjjal, kutyával, mindennel, mindent bevetettek, hogy valahogy megszerezzék ennek a trófeáját. És mi történik? Eltűnik.
minden áron ennek a trófeáját meg akarják szerezni. És aztán megint. És itt az előbb elmondtam, hogy Mária az anyánk, a hazánk anyja, a hazánk védőanyja. Ő az, aki szarvasként vezeti ezt a két fiatalember az új hazájának a megismerésére. Hunor és Magyarnak a történetéből azt jegyeztem meg, hogy ugye amikor a csodaszarvast meglátták, akkor az lényegében Mária volt, ami népünknek az anyja, és ahogy ők kergették, rátaláltak azok arra a népre, akik most mi vagyunk. Számomra igazából az egész nagyon izgalmas volt, de amire a legjobban emlékszek, az ez a kapu. Nagyon meg tudtam jegyezni, hogy ugye a küszöbre nem szabad rálépni, mert őseknek a lelke van alatta. Csodaszarvasos történetet is megjegyeztem nagyjából. Nekem a legjobban még mindig ezt tetszett. Meg még azokra a sírkövekre is kíváncsi lettem volna, hogy azok miért vannak ott, meg hogy mik vannak ráírva például, és miért. Abocska István Múzeum szabadtéri kiállításának látogatása élményszerű előadása lett Galánffy mester alkotásainak ismereteinket tágító világában.